Szombaton Budapesten rendezik a Rúttánc világbajnokságot. A hazai versenyre 25 ország táncosait várják a szervezők, és a nézőknek is érdemes kilátogatni, hiszen először lépnek színpadra férfiak, és dók is a női versenyzők mellett Piner Almával beszélgetünk. Jó reggelt Jó kívánok, reggel. szervusz! Hát egy nagy, és mondhatni, hogy egészen felbuzdító élemény van mögötted, mert a selejtezőkön már ugye túl vagytok, úgyhogy nagyon frissek vagyunk ebben a tekintetben, ha már végigpontoztad ugye a, a, a nyitányt, a szabad így fogalmazni. Iben. Milyen, milyen a női mezőny, hiszen azért azt gondolom, a klasszikus összetétel, és nyilván abban van a legtöbb induló. Igen, 25 országból, ahogy mondtad is, érkeztek tényleg a világ minden tájáról Dél-Koreánát, Afrikáig, Amerikáig, Ausztráliáig versenzők. 36 versenző szerepelt az előselejtezőkön tegnap, és abból a 12 legjobb jutott tovább. Azt kell, hogy mondjam, hogy én már két világbajnokságot végigpontoztam, de ilyen erős mező még soha nem volt. Tehát én nem tudom, hogy ezek a lányok mit csináltak az elmúlt egy évben, de olyan mozdulatok, olyan trükkök kerültek megint felszínre, amiket életünkben nem láttunk, és nagyon kemény volt a mezőny. Tehát tényleg várakozásainkat felülmúlta. Azok az emberek, akikre számítottunk, hogy esetleg bejutnak, lemaradtak, és kétszer annyira teljesítették túl olyan emberek, akikről nem is hallottam még például. Tehát nagyon komoly lesz a, a döntő szombaton. Nagyon úgy tűnik, ugye, hogy, hogy, egészen elképesztő startot vett ez a sportág néhány évvel ezelőtt, és én azt gondolom, már itt erről beszélgettünk, és nem is szeretném, hogy a sztereotípiákat felemlegetnénk, hogy, hogy honnan indulhatott ez a dolog, mert aki már akár egy fél percet is látott egy ilyen versenyből, annak szerintem kétségesen lehet a fel, hogy ez mennyire komoly sport teljesítmény. nézzük kedvére egy picit azért mondjuk el, hogy hogy néz ki egy versenygyakorlat, hogy mire kell számítani annak mondjuk, aki kilátogat a Buda sportsánokba, mert hogy, mert hogy valóban itt nagyon-nagyon sok Tényező van, amit egy írónak végig kell kísérnie, hogy néz ki egy versenyprodukció. Így van, egy versenyprodukció 5 és 6 perc közötti kell, hogy legyen. Ez minimum... már önmagában őrület, nagyon Igen, hosszú. önmagában őrület, hát tényleg tanap is néztem a lányokat, hogy az 5 perces produkció is iszonyatosan hosszúnak tűnt, minimum 10 erőelemet kell, hogy tartalmazzon, de átlagosan a tegnapi produkciók 30 erőelemeket tartalmaztak alsó te. hangon. Tényleg abból átszint az egész produkció, hogy a forgórudat és a fixudat váltva használva csak a levegőben akrobatizáltak, és olyan erőelemeket tartottak ki a lányok, amiket férfi tornászok nem tudnak annyi ideig kitartani olyan zászlókat 50 másodpercekig, hogy a világrekord az konkrétan. Azon kívül hajlékonysági elemeket is pontozunk, olyan innovatív elemeket, amiket még esetleg nem láttunk, tehát bizonyos elemeket újra gondolva, illetve nyilván a táncos és fitness elemeket is pontozzuk, tehát az összekötő mozdulatokat, amit csinálnak a versenyzők akár a két rút között, akár talajgyakorlatban szaltókat, vagy, uh -huh. vagy bármi egyebet. Mi a tapasztalatod, mert azért sokféle környezetben ö, fellépők, vagy, vagy versenyzők, vagy szereplők választották, ugye mondjuk úgy másik sportágnak, vagy új sport, sportágnak a, a táncot, van itt balettosok, nyilván tornászelőélettel élettel bírók, és még sorolhatnám, olyanok, akik mondjuk a fitnessből jönnek, kik boldogulnak a legjobban, vagy adott esetben akár lehet, hogy a cirkuszművészet világából is helyet kaphat magának valakit. Mi a tapasztalatot? Ki a legsikeresebb? Ez mindig attól függ, hogy a, hogy a zsűri igazából mit értékel. Ugye 5-6 versenybíró van a világbajnokságokon. Van, aki inkább a harmonikus táncprodukciót értékeli az akrobatikán kívül, akkor ott inkább a balettosok élveznek nagyon nagy előnyt, illetve a művészi produkciók, mint például a kortárs táncosok. Uh -huh ezek voltak tegnap is, de vannak akrobaták is, tehát vannak a cirkuszvilágából uh -huh. jövő tornászok, vannak Chinese polos akrobaták a férfiak között, uh -huh. tehát itt tényleg azon múlik, hogy minek van olyan átütő ereje, egy 100%-ig akrobata produkciónak, vagy inkább egy táncos produkciónak, amiben akrobatikus elemek vannak, hogy azért vagyunk a zsűriben hatan, hogy van, aki inkább csak a trükköket nézi, van, aki a teljes produkciót kompletten, uh -huh. illetve vannak olyan bírók is, akik csak a trükköket számolják és pontozzák, tehát őket nem érdekli a körít és a zene, az összekötő mozdulatok, a prezentáció, csak kizárólag az akrobatika. A drök, a Igen. <laughs> Beszéljünk egy picit ugye az új versenyszámokról, ami, ami első ízben itt Magyarországon uh, kerül megrendezésre, ugye a férfi, illetve a dúók versenye. És bevallom őszintén, és most ez tényleg ez egy uh, teljesen őszinte vallomás, amikor a, nekem felvételeket, hogy a férfi versenyzőkről, akkor így látott szájjal figyeltem a produkciókat, és mindenféle esetleges, uh, mondjuk így rossz előérzetem, abban a pillanatban szerte foszol. Egy semmiféle feminin érzetem nem támadt a dolog miatt. Sokkal inkább azt láttam, mint hogyha egy egy férfi tornászkorlát gyakorlatát és egy gyűrű gyakorlaton bemutatott erőelemeket keverne valaki, mondjuk az aerobikból vett táncos elemekkel, maximum, ennél semmiképpen nem több, illetve még azt is el tudtam képzelni, hogy egy cirkuszi produkciót látok, mondjuk úgy versenyszabályokkal körítve, tehát mondjuk abban a környezetben. Ez nagyon nem lehetett, gondolom, egyszerű ezt átütni, de érzed azt, hogy ez rövid időn belül elfogadtatása talál, hogy a férfi rúdtáncnak is megvan abszolút maximálisan a sport jellege? Én nagyon remélem, tehát igazából ez a világbajnokság arról fog itt szólni, és ugye magyar embereknek is ezt szeretnénk megmutatni, akik kilátogatnak, hogy ne ítélkezzenek anélkül, hogy nem látnának egy ilyen produkciót. És tényleg hét országból érkezik, Mexikótól kezdve Amerikáig rudakrobaták, férfiak, akik vagy a cirkuszvilágából, vagy a táncvilágából jönnek, és tényleg lenyűgöző a produkciójuk, megdöbbentő. Uh -huh. És és azt gondolom, hogy, hogy muszáj, hogy adjunk nekik egy esélyt, hogy megmutassák, hogy mit tudnak. És hogyha elvonatkoztatunk az előítéletektől, és csak a produkciót nézzük, akkor akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly sporteljesítmény. Tehát aki ebben Maximális. kételkedik, az ha nem tudok egyetérteni. Maximálisan, egyet ezt, ezt csak aláírni tudom, az láthattak alapján, úgyhogy az ember még nem, nem próbálta. Uh, ettől függetlenül ugye van még egy izgalmas dolog, ez pedig a páros kategória. Ugye itt is, ha jól tudom, lehet vegyes páros, és nyilván lehetnek azonos neműek is a párban. Igen, kilenc páros mérettetik meg a döntőn, ebből van egy magyar párosunk is, az idei magyar bajnok Pámafi Barbara és a második helyzet Bardó cirka ők indulnak uh -huh. párosban. Azon kívül egy vegyes páros van, aki férfinő, egyes páros. Ez azért érdekes, mert nyilván másak az erőviszonyok, hogyha egy férfi és egy nő szerepel együtt, a férfi le tudja tartani olyan pózokba, olyan akrobatikus okay. pózokban, mint egy erőemelés a nők mivel ugye fele akkora a súlya. Egyébként nagyon komoly felkészülést igényel a duó, hiszen ugye kell teljes mértékben szinkronban lenni a két embernek, teljes harmónia kell, hogy legyen köztük. Azon kívül van rengeteg olyan elem, amit egy rúdon hajtanak végre, egymás alatt vagy fölött, és olyan elemek is vannak, hogy az egyik ember egy kulcsal, lábkulcsal, vagy egy fogással tartja magát, és közben még a másik embert is tartja. Hát, Én például... egy picit nekem a Ripple-fivéreknek a produkcióját. az Iszen eszemben, van. csak ugye közben jön. Teljes mértékben, rúd. csak még ezt a levegőben is hagyják végre, tehát nem a talajon állva, okay. hanem még a rúdon támasztva, <laughs> vagy pedig egy lábbulcsa lógva, vagy, vagy bármi egyéb. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon kemény munka, hogy egy 5-6 perces produkciót úgy összehozzanak, hogy teljes szinkron van két ember között. Én is így gondolom, és ahhoz abszolút kétség nem félhet az eddig látottak alapján, hogy egy nagyon-nagyon komoly sporttechnikéről beszélünk. Szombaton tehát akkor 5 órától, ugye? 17 órá a délután folyamán kezdődnek a világbajnoki döntők a és sportcsarnokban, aki Igen. új élményekre vágyikanak mindenképpen ajánlat. Várjuk szeretettel! Köszönöm szépen, hogy Köszönöm!